Telegdi Ernő főhadnagy a légierők működési területéről értekezve ennek három önálló részét, önálló területét különböztette meg. Az egyik terület szerinte a ellenséges kismérségben a saját erők oltalmazása, illetve az ellenségnek a lefogása. A második terület az ellenséges ország mélységében az élőerő és a erőforrásoknak a pusztítása, míg a harmadik területe saját országban a fontosabb objektumok oltalmazása és védelme.